Háladó misét tartottak a katolikus templomban. December 22-én megünnepelte a közösség a támogatók, mesteremberek részvételével, hogy befejeződött a plébánia épületének felújítása, amelyet energetikai korszerűsítés céljából végeztek el. Az ingatlanokat, ingóságokat, a közösség tulajdonában levő tárgyakat, tárgyi értékeket úgy gondozzuk, mintha szentedényeket gondoznánk. Tehát nagyon fontos és jelentős küldetése a lelkipásztornak, hogy odafigyeljen a közösség tulajdonában levő ingatlanokra és egyéb vagyontárgyakra. Úgyhogy ez az, ami motivált engem, hogy ez ügyben lépjek. Első ütemben elkészült az épület szigetelése, amelyet a lábazat szigetelése követett. A két beruházás összegét az önkormányzat biztosította. Már a tavalyi évben meghozta a Paksváros önkormányzata azt a döntést, hogy a plébánia felújításához mindenképpen szeretne hozzájárulni, természetesen erkölcsileg is és anyagilag is. Ennek keretében több mint 10 millió forinttal támogattuk a plébánia teljes körű felújítását. Szabó Péter kiemelte, hogy ahogyan eddig is, úgy a jövőben is készségesen támogatja az önkormányzat a paksi felekezeteket a beruházásaik és felújításaik kapcsán. A katolikus plébánia nem csak kívülről szépült meg. Megvalósult a konyha felújítása, ez pedig a Bethlen Gábor alapítvány jóvoltából az egyházmegye szintén rábólintott, és így tudtuk ezt a két munkát most megvalósítani. Kutas Attila hozzátette, nagyon örül annak, hogy az önkormányzat támogatta a beruházást. A katolikus közösség tagjai rendszeresen tartanak különféle találkozókat a plébánián.